Áder János államfő reggel a Sándor palotában fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt, és az április 3-ai törvényes, alkotmányos, szabad és demokratikus választás eredménye alapján felkérte az új kormány megalakítására. Orbán Viktor a felkérést elfogadta. Azt mondta, hogy a veszélyek évtizede áll előttünk, megígérte, hogy olyan kormányt alakít, amelyik megvédi Magyarországot. Akkor a győzelmet arattunk, hogy még a Holdról is látszik, de Brüsszelből egészen biztosan. Hatalmas győzelmet arattunk, jelentette ki április 3-án a választások éjszakáján Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a kormánypártok budapesti eredményváróján. A kormányfő hangsúlyozta, a győzelem szinte minden lehetőségét kimerítették. Nyertünk 2010-ben, még a régi kétfordulós rendszerben. Nyertünk 14-ben, amikor önállóan hívtak ki bennünket az ellenzéki pártok. Nyertünk 18-ban, amikor részleges összefogást hajtottak végre, és nyertünk 2022-ben, amikor teljes volt az összeállás velünk szemben. A választáson a Fidesz-KDNP több mint 3 millió 50 ezer listás szavazatot kapott. Ez eddig még egy pártnak sem sikerült. A kormánypártok így összesen 135 mandátumot szereztek. Ezzel sorozatban negyedszer lesz kétharmados Fidesz-KDNP többség az országgyűlésben. Áder János köztársasági elnök a Sándor palotában pénteken felkérte az új kormány megalakítására Orbán Viktor kormányfőt. Az országgyűlési választáson győztes Fidesz-KDNP pártszövetség miniszterelnök jelöltjét. A korábbi szokásoknak megfelelően és az alkotmányos rendelkezéseknek megfelelően felkértem Orbán Viktor miniszterelnök urat az új kormány megalakítására, aki ezt a felkérést elfogadta. Ennek következtében hétfőn az országgyűlés alakuló ülésén ezt a javaslatot meg fogom ismételni, és azt fogom javasolni az újonnan megalakuló országgyűlésnek, hogy Orbán Viktor urat válassza meg Magyarország miniszterelnökének. A köztársasági elnök azt mondta, a választás eredménye, a választók döntése világos és egyértelmű. Hozzátette, a választás törvényes, alkotmányos, szabad és demokratikus volt. Kiemelte, sem az új országgyűlés, sem pedig az új kormány legitimitását megkérdőjelezni nem lehet. A veszélyek évtizede az, ami előttünk áll. Háború van, ennek következtében egész Európában emelkednek az árak, mutatkoznak egy komoly energiaválság jelei, ennek következtében gyötrelmek előtt állnak az európai gazdaságok, és a járványok korából sem lábaltunk még ki. Április 3-án az emberek egy világos döntést hoztak arról, hogy elvárják az ország vezetőitől, hogy ezekkel a veszélyekkel szemben megvédjék őket. Megvédjék Magyarországot, hangsúlyozta Orbán Viktor. Ki kell maradni a háborúból, és a kibontakozó európai gazdasági válság kérdéseire olyan válaszokat kell adni, amely lehetővé teszi, hogy az eredményeit Magyarország megőrizhesse. Azt is látják, hogy új kormány még nincs, de a régi kormány hozott döntéseket az elmúlt napokban. Ezek már mind ebből a logikából érthetők meg, mármint, hogy meg kell védeni Magyarországot egy veszélyekkel teli évtizedben a komoly megpróbáltatás jelentő külső hatásoktól. Ezért láthatták, hogy meghosszabbítottuk a benzin- és élelmiszerárstoppot, és a magas áremelkedési szint miatt megemeltük a nyugdíjakat is. Orbán Viktor azt mondta, Áder János államfőnek olyan kormány megalakítására tett ígéretet, amely összességében és tagjai által külön-külön is képes arra, hogy megvédje Magyarországot az előtte álló veszélyes évtizedben is. A Fidesz elnöke, aki 5. alkalommal alakíthat kormányt, jelezte azt is, ahogyan a korábbi kormányalakításoknál most is minden miniszterrel és államtitkárral 4 éves munkáról fog megállapodni. Hozzátette. Azért van erre szükség, mert az élet gyorsan változik. Magyarországnak pedig olyan kormányra van szüksége, amelyik leginkább alkalmas arra, hogy az ország előtt álló kihívásokra jó válaszokat tudjon adni.